milyen érdekes, hogy egyetlen nap alatt lemegy egy 3 hónapos szervezési folyamat, és hogy egyszer csak vége. Mert az elmúlt 3 hónap azért arról szólt, hogy csapatokat hívtunk meg, szállást intéztünk, játékvezetőket, nyilván a Soka Hungary sportszövetséggel együtt, de állandó egyeztetés, és hogy ez csak így egyszer elmúlik egyik percről a másikra. Kicsit megkönnyebbülés is lesz egyébként, de nagyon bízom benne, hogy a kilátogatók jól érzik magukat, meg a gyerekek legfőképpen, és számunkra meg ez a fontos, úgyhogy eddig hála Istennek zöggenőmentesen ment az egész. Elégedett vagy? Hát igen, nekem mondjam, hogy igen, elégedett vagyok, egész jól nézünk ki. Zseniális a környezet, bízom benne, hogy ezt az ide látogatók is úgy így értékelik, és hogyha így mennek el Ceglédről, hogy jó érezték magukat, szép volt a környezet, jó volt a szervezés, akkor azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk. Bocsánat, csak épp a Cegléd játszik, és óriásit védett a Bozsik Zakor Tomi, úgyhogy jó, ott amiga. Hát itt szurkolok is azért, na, nem tudok érzelemmentesen itt ülni, az az igazság. Ez U19 az nagyon nagy siker, én azt gondolom, és ezt mindig is kell tovább. Az alsó korosztályokból pedig már láttuk, hogy a Dunamenti Ligával közösen ugye van közös tornánk, ott nem is tudom hány csapat, de valami 400 gyerek volt jelen egy tornánkon, de az látszik itt is, hogy az ország minden részére U12-ben részt vesznek csapatok, tehát szerintem ez is nagyon nagy fejlődés. Nagyon készítünk erre a tornára, több mint 10 éve járok ide minden évben, és egyszer sem sikerült megnyernünk ezzel a korosztállyal, így most tényleg hetek óta erre készülünk, úgyhogy jól érzi magunkat, és örülünk és büszkék vagyunk, hogy sikerült nyernünk. A 4x2-es kapu is tetszik, sokkal több a gól, élvezetesebbek a mérkőzések, nem csak védekeznek a csapatok, hanem azért több esély van támadásokat vezetni, illetve gólokat lőni, illetve a rávezetés pedig egy külön kis pikantériája a játéknak. Jó, tetszik, szép, jó minden, más, mint a büntető, úgyhogy élveztük. Elsőnek is nagyon szépen köszönném a gratulációt, másodjára pedig hát nagyon össze kellett tartanunk, és igazából egy célnak kellett lennünk a szemünk előtt, hogy be kell húznunk az első helyzetet, amit ki is tűztünk a torna elején.